Visegrád ügyjel kapcsolatban nagyjából mindenki kifejtette a véleményét, jellemzően itt a tábla. Hangadók azok valamilyen saját elképzelést vázoltak. Volt, reméljük, hogy visszamenőleg azért senkit nem büntetnek meg. Santa Mariát láttátok. Nem annyira különleges akusztikájú, mint Visegrád. Hagyjuk, mint motorosok. Visegrád, csak egy van, hogy ilyen különleges akusztikájú más nincs. 2023 nyarának elején Visegrád önkormányzata szakmailag megalapozatlan, társadalmi párbeszédet nélkülöző, súlyosan diszkriminatív döntést hozott. A visegrádi panorámautat lezárták a motoros forgalom elől. Ez a döntés általános felhördülést és tiltakozást váltott ki mind a közélet számos prominens személye, mint pedig a teljes motoros társadalom részéről. Az idő előre haladtával a csoportokba rendeződő motorosok több hivatalos levélváltás és adatigénylés során győződtek meg arról, hogy a tábla kihelyezésének hivatalos indoklása légből kapott adatokra, soha be nem érkezett panaszokra, és nem létező hatástanulmányokra, mérésekre alapul. Mivel az önkormányzat részéről a párbeszédre való hajlam nem alakult ki, így első alkalommal 2023. augusztus 26-án egy spontán motoros demonstráció szerveződött ezres nagyságrendű motoros részvételével, majd az önkormányzat változatlan kommunikációs stratégiájára válaszul megszervezésre került az első motoros összefogás nevű demonstráció, amely szeptember 30-ára került meghirdetésre. Ez a film ennek a demonstrációnak az összefoglalója a saját kamerám szemszögéből.
valami bajat.